A Hantex ZRT évzáró rendezvénye Csornán. Az ünnepségen Tallér György köszöntötte a megjelenteket, és értékelte a cég 2017-es évét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, különös tekintettel dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csornaváros polgármester asszonyát. Szeretettel köszöntöm a Hantex ZRT dolgozóit, és mint vendégeket, igen, lehet tapsolni. És vendégként meghívott közlekedési műszergyártó ZRT dolgozóit. Szeretettel köszöntöm tulajdonos társaimat is, akik megjelentek ezen az évzáró ünnepségen. Zenekor lelkemre kötötte, hogy rövid legyek, úgyhogy most nem szeretnék félórás beszédet mondani. Minden esetre meg szeretném köszönni az önök 2017-ben végzett munkáját. El tudom mondani, hogy 3,7-3,8 milliárd forint árbevétele van a cégnek, ami úgy gondolom elég nagy erőfeszítést jelentett a cég dolgozóinak, nem csak itt Csornán, hanem Tamási fiókunkkal is. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit a minőségfejlesztése érdekében tettek a gyárban, és el tudom mondani azt, hogy újabb pályázatot indít a Hantex ZRT, két pályázatot adunk be a napokban, tehát úgy tudom mondani, hogy még a leállás előtt, tehát 2017. december 20-a előtt ezek a pályázatokat benyújtott, jövő év elején, januárban meg fognak valósulni. Azt szeretném mondani, hogy ezzel megnyitnám az évzáró ünnepségünket. Úgy, ahogy látják, most is lesz zsákba macska, lesznek dolgozóink, akik jutalmat kapnak, van zene, tánc, és gondolom, hogy azért a konyhában is már készül a tennivaló, vacsorának való, úgyhogy érezzék jól magukat, kívánok önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt. Önöknek is, meg a családjuknak is. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok én is mindenkinek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az ismételt meghívást. Szabó Dávid képviselő kollégámmal jöttünk el, és tényleg nagyon megtisztelő számunkra, hogy itt lehetünk. Én mind Csornaváros, mind pedig a Csornai Önkormányzat nevében is szeretnék először egy nagyon nagy köszönetet mondani, hiszen a cég azért, ezt többször elmondtuk, hogy nagyon jó partnere a városnak, olyannyira jó, hogy a legnagyobb adófizetőink egyikét üdvözölhetjük benne, ami nem csak a csornaiaknak, a környékbelieknek ad munkát, és ez nagyon fontos dolog, hanem a befizetett iparőzési adóból tudunk mi is szépülni, akár az útjaink, járdáink, középületeink, tehát én azt gondolom, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire jól prosperáló és jó lábakon álló cégről beszélünk, ahogy itt hallottuk a milliárdos árbevételt, és ahogy tudom, tulajdonos úrtól azért jövő évre is azért megvannak a kapacitások. Úgyhogy én még egyszer köszönetemet szeretném kifejezni tulajdonosoknak, valamint az összes dolgozónak, akik itt vannak, és ez is én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép elismerés, amikor mindenki évvégén vendégül látnak, tehát odafigyelnek magukra, magára a munkaerőre is. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok a mai estéhez, és köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai megjelenő ünnepénkbe, polgármester asszony, meghívottakat. Én nagyon rövidre fogom formulni a szavaimat. Legelőször mindenkinek nagyon-nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, mert ugye jutalmakat szeretnénk átadni a dolgozóknak, hagyományban minden. Három kollégám pénzt kapta. Nagy Martin, fiatal gyerek. Csupor József. Az
hozzá a nagy üzenet. Ajándékot kaptak Zsiga János. Most oda fogjuk. Csapó Ernő. Egy mosógépet kap. Köszönöm szépen. Családi Norbert, szintén mosógép. Nagy Ferenc, szintén mosógép. Sebestyén Tibor. Hát ahogy látom, a vállalat vezetése, aki javasolta a ajándékokat, és nagyon nagy örömmel látom, hogy a vegyes övezetbe a fiatal generáció is oda tette magát a Hantec névhez, és a munkájukkal bemutatták, hogy megérdemlik ezeket a jutalmakat. Én még egyszer köszönöm az egész éves munkájukat, és a tavalyi évhez képest több mint 300 millióval többet teljesítettünk. Ahogy a Talér is mondta, a 3,8 milliárd fölött lesz, mert az utolsó számlák most mennek ki, de már ezt tudjuk zárni, a tavalyihoz képest 3,5 milliárdból. Hát a jövő évvel kapcsolatban ezt ugyanúgy előirányozzuk a minimumot, és remélem, hogy egy pár éven belül a 3-as számban 4-es lesz, és tovább fogjuk fejleszteni a cégeinket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindjárt az egész éves munkát, és kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet. És egy pillanat, azért egy közös kocintásra hozzák a finom pezsgőt. A poár köszönte és a vacsora után hajnalig ropták a táncot a Hantec ZRT munkatársai.